apa. Te meg tudtad már nézni a zanzibári neveket? Miért neked van valami javaslatod? Az a baj, hogy a zanzibár az annyira jó szó már önmagában. Hogy akkor legyen ez a cím. Igen, csak az olyan snassz. Hát már nem ez vagytok szokva, hogy ilyen snassz. De nekem van listám. Neked van listám. Elolvassasz azon, nem? Pálduc oroszlán, Dorilla. Szerintem. Ananásziék. Ananásziék. Értem, ez nagyon jó, ha kulámat tartom. Hát ezt csak sokan írták, hogy ez önmagában, és hogy meglátható a logó, és akkor a... De én ezt ananász, mert magyarul ananásznak mondják. Igen, biztos. De az, hogy ananás. Ananási. Csak ezt, ha valaki nem érti, vagy aztán fogjuk magyarázni, hogy hát ez benne volt a trailerben, azért írtunk. Csak hogy aki nem írta, az nem biztos, hogy tudja, hogy miért érti, hogy... Hogy az ananász... Hogy az ananász, milyen összefüggés van ananásival. Hát akkor nézze meg a trailert. Nem áll. Most nézed ezt is, nem érted? Nézd meg az ajánlót. De nekem azt tetszik a legjobban. Az olyan, mint ananásia, csak... Ananásia. Ananász. Indul az ananásia. Ananászia, az se rossz. Szóval most megkíméltük titeket a hosszú névadó epizódtól, mert a pár nagyon készül a holnapi válogatás. Casting lesz, igen, a válogatás, mert ott pakolom össze a rettenetes mennyiségű kamerát. Az egész stúdió készen áll, most igaz sokan nem látszik belőle, de... Hát, de ott van, ott látszik. Ott már minden, igen. Úgyhogy ha azt akarjátok, hogy legyen vlog, akkor most eltekintünk a névadó epizódtól, és akkor... De valaki a névadó epizódokat szereti a legjobban. Most az elmaradt. Hát nem, akkor megtartjuk a végén. Tartjuk a végén, mindenki, az jó. De hogy jó. Akkor legyen ananás. Ananásziék. De esszel, ananásziék. Tehát, hogy esszel fogjuk ki, minden esszel kell ejteni. A, angolul de beszélek. Akkor lehet a nánásziék. Ananásziék. 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 Sárika. Pakolgatom. Hakuna Matata. Neked ez tetszik? Hakuna Matata. Ananász. Szereted az ananász? Ki a ananász feje van? Hát semmi, egy logót gyorsan rakjál már össze, hogy mindenki tudja nézni. Ananász, nyilván lesz benne egy ananász. Ananász, egy ananász, ijék. Ilyen gyorsan még nem döntöttük el soha. Tudom, de nincs időnk megvágni, úgyhogy most ez... Ananásiék, akkor is. Akkor már most indul is az epizód, mert mindjárt akkor most megcsináld most, nem? És akkor gyorsan már most indul egy, is a blog. 1, 2, 3, most megcsináltam. Nem tudom, hogy megcsináltam-e. Na hát újra itt vagyunk a reptéren. Óriási kapkodásban. Ne kapkodj, Nóra. Óriási kapkodás. Merre elmentem, majd nyere te is után, Norka. Kezdjétek el a becsekkolást, mert lemaradunk. Megkezdem, hogy elmegy a taxis. Bocsánat. Most elindul már, ugye? Persze. Szuper. Be tudsz ide állni. Pont nem ettem egy falat. Tényleg? Akkor te ma fogytál, Nóra. Milyen dolgom jó nap van? Szevasz, bogaram. Jó, köszönjük. Na, várunk titeket, szeretettel haza. Megvan. Köszönjük szépen. Nagyon köszi a segítséget. Zanzibárba megyünk, Dohán keresztül. Ez az útlevél levelezés. Szuper, köszönjük. Nincsen semmi elektronikus dolgok a táskában, ugye vagy ilyen? Elektronikus nincsen. Semmi olyan, hogy laptop, vagy csillagszóró, semmi esély. Laptop. Csillagszóró. Hát ugye, hogy hányat hoznak? Tényleg? Nem tudtam, hogy ez hogy van, hogy amikor a gép egyébként rá van csatlakoztatva az épülethez, akkor hova visz az autó? Most megyek ide. Csőházba megyünk majd. Na igen, és aztán megkérdeztem, úgyhogy már tudom, hogy oda megyünk a gép mellé, nem? És alulról fölmegyünk a lépcsőházba, és úgy rá csatlakozunk oldalról a folyosóra. Igen. Te még tudnak könyvet is adni, szerintem. Ja, igen. Tudunk. Könyvet venni. Tényleg tudunk. Persze. Jaj, de jó. Ott hagytam a könyvet, amit szerettem volna olvasni. Nagyon menő. Ha én egy bizniszmen lennék, én mindig így utaznék. Én is csak nem vagyok. Wee!
most azért jövünk erre miattam, hogy tudjunk venni egy könyvet. Ja, majd ez szép. Minden lehetséges VIP. Budvin. Budvinben minden. Én azért veled megyek. Még elszállok, ők felszállni sem. Hihetetlen, nem kellett állni végig sorba. Jó, utána, sziasztok. Hát ez nagyon megy. Most tényleg VIP-nek érzem magam. Ez. Én megimádom a puha mellkezedet. Megimádlak. Én meg a papa azt imádom, hogy neki nagy a pocia és jó puha. Én is mindenki van valami jó puha a papa. Én ugyanígy jó puha vagyok, neked meg jó puha a poci. És apa okos. Igen, anya meg buta. Igen, anya buta. Hogyha például apa be van takarózva, akkor tudok rajta feküdni, én azért szeretem. A vas csúzda az itt volt. Ez a nagy maci van itt, tudjátok, ott középen. Na? Zanzibár, 220 E20-as. Na most kezdődik a kaland. A ruhám már veszik a párát. Aztán meleg van. Biztos. Nánási gyerekek először vannak Afrikában. Tényleg. Egy új kontinens. Ott vagyunk Afrikában. Mindenhol van Zanzibár. Hát ez Afrikában egy sziget, amit így hívnak, hogy Zanzibár. Tanzánia az ország. Most ott vagyunk, Tanzániában. Azért ez kemény volt ez az átjövés. Nagyon meleg van. 2000 fok. Mici nagyon szomjas. Tapáltatta a baboltba ott. Kicsit elfogytunk, azért ez elég fárasztó volt ez az út. Az volt a probléma, hogy Dohaig nem is aludtunk. Amikor Dohában felszálltunk a Zanzibára tartógépre, azt a 6 órás utat azért a gyerekek végig aludták, mi meg így végig kornyadoztuk. Beléptetésnél van egy kis káosz, tehát kell elvileg egy turista vízum, amit lehet interneten keresztül előre is igényelni. Én nem láttam, hogy az e-vízás sor az rövidebb lett volna, mint a rendes vízás. Ezt kinek mondod? Ezt azoknak, akik nézik a blogot. Hellóztok, akik nézik a blogot, szavaztok. Be kell tenni egy nagyon hosszú sorba, ahol befizettük az 50 dollárt fejenként, ennyibe kerül a vízum, és utána be kell tanálni egészségedre. Apci! Zsepi? Nem. Jó. Szóval be kellett volna állni egy másik nagyon-nagyon hosszú sorba, ahol kicsit már kezdtünk el pattanni. Egy nagyon kedves afrikai srác odajött, és kimentett minket a sorba, mint ahogy egyébként az összes kisgyerekes családot. Soron kívül ellenőrizték az útlevelünket, onnantól kezdve már elég flottul jöttünk. Egy hasznos tanács, Zanzibárra nem engednek be például nejlon zacskót. Most látva ezt az országot, meg az állapotokat, meg az utat, azért itt még van elég sok dolog, amit lehetne javítani, és olyan érdekes, hogy pont a nejlon zacskó az egyik dolog, amire ilyen nagyon szigorúan odafigyelnek. Én sem húztam. Itt az ennivaló, Mici! És milyen volt a bolt? Jó pofa volt. Kaptam helyi pénzt.
Ejha. Ja, hogy abba adtak vissza. Simint. Ez is egy ilyen ország, ahol szabadon mászkálnak a csirkék. Megint vissza az időben egy olyan jó 50 évet. Nagyon zavarba ejtő dolog ennyi szegénység közben így ide érni egy ilyen helyre, hogy így összeom. Nem volt ilyen érzése? Ne, hát itt Ázsiában pont. Csak Ázsiában nem nyaralni mentünk, még nem tudom. Igen, nem volt az érzés. Szoktak oda is van. Nyilván az összes ilyen hely az, ott ez van, csak nem látod ennyire. Ja, nyilván te ezzel valahol még segítesz nekünk, mert nyilván csomó bevételük származik az idegen forgalom. Egy külön házikó. This is your room. Ez a gyerek szoba. Bizony. Itt alszik a bőrszik. Nem, én nem itt alszom. Mekkora ház ez? Itt hányan tudunk ellakni? És van egy ágy. Hát anya, ismét jót foglaltál. Ez nagyon menő. Én most lefekszem és 3 napig alszom. Menjünk ki a homokba. Igen. Elég jó lesz itt. Ne induljunk! Ne induljunk el, gyerkőcök! Mehetünk? Igen. Ja, de csinos, mi legyen minden? Próbálok inspiráló lenni. Értem. Mi legyen kellene fotózni téged? Hát, szerencsére. Ezzel nincs probléma. Got me so
van? Annyira lúzer voltam, de tényleg annyira alap. De még ráadásul is olvastam a TripAdvisoron, hogy ne adj előleget semmilyen programra, és én vagyok az, aki belesétel az első délután ebbe a csapdába. Yes. Tegnap úgy indult az egész, hogy a tengerparton, ahogy sétáltunk, a Mici meglátott egy lovas csoportot, akik mentek és így lovagoltak a tengerparton. És onnantól kezdve a Micinek semmi más gondolata nem volt, csak hogy tökre szeretne lovagolni. Valakul oda ment a sráchoz, megkérdezte, hogy hol lehet foglalni, és mondta neki, hogy hát sajnos teljesen tele vannak. Nagyon sok ilyen programvadász csávó jön oda hozzád valamilyen programra beszervezni. Oda jött a srác, a 128-dik, és mondtam neki, hogy egy dologba segítsen. Intézze el, hogy elmessünk lovagolni. Így nyilván megy az urambátyám sztori, mindenki mindenkinek a haverja. És ez a Geoffrey nevű csávó azt mondta, hogy ő elmegy leszervezni, mert ő ismeri őket. Egy fél óra múlva visszajött, és aztán mondta, hogy elintézte. Kaptunk kedvezményt, és ennek az előlegét elkérte a csávó. Kaptam és bizonylatot, egy hiányos telefonszámot, és az ígéretet, hogy akkor legyünk itt ma reggel 10 órára. You can call back, it is better to wait with the guy who booked you. A lovas cég nem veszi fel, és most ez a csávó, aki egy szimpatikusnak tűnő fiú amúgy, nekem mindegyikük szimpatikus volt, próbál segíteni. Ne fizessetek senkinek előleget. Ez a legelső és legfontosabb szabály, amit én is megkaptam, és nem tartottam be, mert naív vagyok, meg hülye, meg hinni akarok az emberekben, hitem van az emberekben. Ne legyetek naívak, ne hagyjátok kihasználni magat. Szerintem mi fog feljönni? Tippelj egyet, mi fog feljönni? Büfi. Mi? De az ujjam van, mi fog feljönni? Azt nem tudom. Ide jöttünk a lovas klubba, ez itt van a hátam mögött. Hallassázz gyakorlatilag kettő másodpercet hajtott el minket, most sajnos még arra se ér rá, hogy velünk nagyon hosszasan dumálgasson, mert nagyon tele vannak, és csak interneten keresztül kommunikálnak. Hogyha online bukkolunk náluk, akkor van esély. Loser of the day. Jöttök csak nyugodtan. Loser morának. De a legdurvább az az, hogy a Micit most pofára ejtettem, rohantunk ide, hogy ide érünk kizre. A vége még az, hogy nem is tudunk lovagolni. Legalább ez a fiú próbált nekem segíteni. Well, thank you. I don't know where she is, but... Ott van! Jön? Ott van. Na? Úgy látom, hogy becsaptak a Videnci asszonyja. Becsaptak már... minket, igen. De becsaptak minket, igen. Ez a bácsi, ez elvitte a pénzünket. Mennyi pénzt veszítettünk? Nem akarom. $50 nem jutottál nekünk. Na, amíg te nem voltál itt, addig nem volt itt rossz. Mi itt ültünk a világ egyik legszebb tengerpartján. A Mici most szomorú nyilván, de ne legyél szomorú, Mici, megoldjuk. Na hát akkor most elmondjuk a kamerának, hogy végre szerencsénk volt, mert fogtunk egy patkát. Ez a taxis, ő egész pontosan elvisz minket Kengavába, és Kendva, ahol is mi apát kilőjük az űrbe. Most kíváncsi, hogy ez összejön ez a program egyébként. Ez a paraszélink? Vagy a paraszélink, vagy az a, nem tudom, amikor így a lábamba vizet köpnek, és akkor felrepülök az égbe. Ez mi? Puszi. Itt valaki ilyen szívószálat dobál, nem puszi. Ők már nemet mondtak a műanyagra, és hát az utolom. Hol
lehet kijutni a vízbe? Nem tudom. So we don't know too much about this flyboard stuff. Is it difficult for you? You can swim, right? Yes. Yeah. It's not difficult. No. All about balance control. You're gonna wear a board on your feet. Mm-hmm. So in the beginning, the instructor is gonna ask you to stand in the water while you're in the water. So while you're standing, he's gonna prepare his position, and he's gonna drive the jet ski. So soon when he starts with the jet ski pull you with the pressure behind towards the jet ski. In the beginning, you're gonna fall 1, 3, 4 times, and then you're gonna start to balance by yourself. You feel like, all right. Oh my God, I'm going up, I'm going up. I'm sure you can try. Snorkeling, you also need to know what you're doing. Snorkeling, you need to know how to use this pipette that I gave you. You'll be able to use it 2-3 days, and you'll be able to use it in a little water. I don't know. I think in parasailing. Parasailing, unfortunately, the board has an issue. No, I'll try this flyboard thing. While he's flying, we're gonna watch him. A gyerekekre nagyon jól fogunk szórakozni. Egyet kérek. Rettenetesen röhögjetek. De az biztos, hogy vicces leszek. De most hova fognak vinni téged? Nem tudom, de ha netán nem találkoznánk, akkor nagyon szeretlek titek. Jaj már, nem úgy. Mi akarjuk látni, hogy mit csinálsz. Az emelegítése majdnem biztos, hogy szükség van. Sziasztok, örülök, hogy megismertelek benneteket. Sziasztok! Az érzéseimről, ha beszélt, beszámolhatok. Ez a vlog, ez gyakorlatilag megtanította arra, hogy olyan dolgokat is, amit egyébként nem annyira szoktam, olyanokat is kipróbáljak. A saját magam szórakoztatására egy elsősorban. Jó lesz. A jet ski, azt kell reaplikálni a lábamra. Ott jönnek, ott van a kis családom. Innen várjuk izgatottan, hogy apával mi fog történni. Szevasztok! Is a part time? Yes. You know how you can do it? I don't know how to do it, so. Why you like it? I'm curious to see. Maybe it's a bad idea, but... Bemehettek a vízbe, hogy sikerkabba akartak. Balaton? Hát nem a Balaton, azért a Balaton az egy másképp néz ki. When you stand up, if you're sitting left or right, this just you have to bend a little bit. If you fall off, don't give up, keep trying. Be strong. All right. Do you have a question for me? I'm sure I'll have, but okay. When we are in there... Apa már a vízben van. Lábán van a deszka vajon? Most pumpálják bele a vizet a papójába. As I move my foot, basically how I control. Wow! Oscar Padelles! Nagyon jó volt, apa! Ez jó volt. Ez egy nehéz. Amikor fönn vagyok már zseni. Nagyon nagy érzés. Na, oké. Sounds good. Woohoo!
ez fáj. De hol a popod? No, a hátamat. You control how high I go, yeah? All right. Try not to go too high, because when I fall, it hurts.